Jó reggelt! Hanyadik rész jön? Ötödik? Azt hiszem. Tehát, mi az életünk célja? Ugye a lelki békesség, a lelki harmónia megteremtése, és ehhez az út a lelki örömökön átvezet. Én, mondjuk úgy szépen, civilizáltan fogalmazva, ősemberként viselkedek és gyűjtögetek. Annyi kaját, amennyire szükségem van az általaimnak, ja meg rengeteg növényt. Tehát ezek, amik ki vannak dobva a növények, azt én összeszedem, mert nagyon-nagyon sok lelki örömet okoznak. Ugyanúgy, ahogy az állatom, állataim és a növényeim. Erről beszéltem korábbi részekben, sem az állat, sem a növény nem hazudik. Mi van még, ami lelki öröm például? Az, amikor egy olyan életmódot élsz, vagy folytatsz, ami azért társadalmilag nem éppen elismert. Alá! Gyere! És amikor olyan emberek köszönnek rád, mosolyogva, akik úgy tisztelnek, hogy amúgy az életformádat nem. Tehát ezek az emberek, akik... Mennyi? Ja. Ezek az emberek, akik a hasonszőrűek szemetét takarítják, mint én, mert azért a hippik általában elég keményen szétdobálnak mindent. Én ezek közül, az emberek közül is csúnyán fogalmazva kiemelkedtem. Tehát amikor eléred azt, hogy azok a kukások, akik addig elzavargattak a kukától, kávét hoznak neked, forró kávét, és megkezdik mennyi cukorra, hát ezek olyan energiabombák. Lara minden több frászkap, amilyen hosszú, mert Lara mentett kutya, és bottal verték, és általában az ilyen bot, meg az ilyen hosszú dolgoktól fosik. Jaj! Itt lakom, aki még nem tudna. Ilyenkor hajnalban van egy fél órás munkaidőm, amikor is beszerzem csak azokat a dolgokat, amikre szükségem van. Almát hoztam, répát, zöldségeket a nyulaknak, teknősnek halat, büdösítetek. A kiskutyámnak húst, marha húst természetesen. Hát, ha nincs, akkor sertés. Ebben a tájban gyönyörködöm reggelente. Tulajdonképpen ez Tenerife egy sivatagos területe. Ide nem jár busz, de még taxi se. Sőt, autóval is. Hát motorral megközelíthető, de autóval nem. Tehát mindent hozni kell. A vizet, elektromos áramot a powerbankkal oldom meg. De azért, mert mindent el tudok hozni, amire szükségem van. Ugye ruhám van, hogy ne fagyjak meg, élelmiszerem van. De ezek nem boldogság, ezek szükségletek. Aztán vannak az örömök. Persze örülök, amikor kólát veszek, meg kávét, mert ez a két függőségem még mindig megvan. Ja, meg dohányzom nagyon sokat. És akkor örülök, ha találok egy doboz szigit, vagy egy csomag dohány. De attól sem leszek boldog. Viszont amikor ez a futó növény majd befutja a barlangom egy részét, akkor boldogsággal fog eltölteni, ott lenni. Boldogság ránézni a kutyámra mindig. Mindig. Lelki örömök. Mik a lelki örömök? Az, ha jól szexelsz, egy jót szexelsz, az egy öröm, az egy testi öröm. De nem leszel tőle boldog. Megveszed a legújabb Huawei P1542-t, örülsz neki! Hát a tiéd a legjobb telefon a világon. Nem lesz tőle boldog.
De amikor megnézel itt egy napfelkeltét, olyan lelki örömöket kapsz, amiért egyrészt nem kell adnod semmit. Mert ugye a Lara, gyere ide! Lát egy másik kutya, és ilyenkor figyelnem kell. Látok, az enyém harci kutya. Harci ügyesik. Mindegy. De a spanyolok be vannak szarva a kutyántól. Ez igazából csak azért kell. Gyere életem! Fudi, 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 fudi! Gyere, gyere, gyere! Jó, van, ne nézz vissza rá, mert nem engedlek oda úgyse. Na. Jó. Szóval, a telefonért mit adtál? Pénzt. Mit csináltál a pénzért? Dolgoztál? Ügyeskedtél? Loptál? Csupa-csupa pozitív dolog, ugye? Mit adsz az élet körülményeit fenntartásáért? Pénzt. Mennyit? Sokat? Mit teszel érte? Éjjel-nappal dolgozom, éjjel-nappal ügyeskedek? Megérkezni ide, ami nincs kész, mert sosincs kész. De egy ilyen aloe verát idehozni, egy ilyen korlátot ide cipelni, és ide megérkezni, na ez a lelki öröm. Nem fizettem semmiért. Mekkora kaktusz, hát ezt mire idehoztam, a szamaszélye szurkát. Igen, elhozok olyan dolgokat, kerékpár, meg szörvdeszka, amit soha nem fogok használni, és nem pénzért adom el, ha valakinek szüksége van rá, akkor vigye. És kész. Lelki öröm. Lelki öröm hallani ezt a csendet. És bár nem hallatszik bele a telefonba, de hallom az óceán morajlását. Ezt mindig lehet hallani. Tegnap miket mentettem, nézzétek meg. Jó, még nincsen gyökerük, de ennek sem volt, meg ezeknek sem. És mi lesz belőle? Hát játok, hülye masz. Még nincsen gyökere, de majd lesz. Hát igen, mosogatni is kell, de ráérek. Nem sietek sehová. Mindig csak annyit csinálok, amennyi ez kedvem van. Ezek mind mentett növények. Nem abból áll most már a napom, hogy dolgozok, hogy megvegyek minden fölösleges baromságot. Hát itt vár már engem az én szerelmem. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Hát, sziasztok. Jó reggelt, ugye nem gubbasztasz. Mindjárt megvizsgálok. Jó reggelt. Ez a lelki öröm. Jó reggelt, teknős béka. Na, mi újság? Igen, mindjárt jövök. Van egy gubbasztom, hiszem. Lelki öröm megérkezni. És lelki öröm csak avval foglalkozni, amihez kedvem van. Most éppen videót készíteni nektek. Aztán főzök egy kávét, hátradőlök. Töltök egy jó cigarettát, nem fizetek érte, mert összedem a csíkeket, kiszedem belőle a dohányt, és betöltöm hüvelybe. A hüvelyé fizetek 1 eurót, 100 darabért. És utána kiülök a sziklákra, és megnézem a napfelkeltét. Minden reggel megnézem a napfelkeltét, és mióta ennyi adatforgalmam van, ezóta föl is töltöm őket az internetre. Igen, életem. Jó is el. Mi? Igen, szeretlek. Lelki öröm itt aludni. És reggel erre ébredni. Lelki öröm, hogy 2 hónap alatt kigyökeresedett a pálmám.
Már csak ki kell ültetni. Lelki öröm, ez a rengeteg növény. Lelki öröm, hogy megtanultam, hogy külön kádba kell letetni ezzel a halbéllel a teknőst, és akkor nem kell annyi vizet cserélnem állandóan, mert olyan büdös, mint a dög. De aranyos. Na, majd még folytatom, de most föl kell mennem napfelkeltét nézni. Töltődni lelkileg.